A csalók és tolvajok időről időre visszatérnek, és új történettel, új átveréssel próbálják áldozataikat megtéveszteni. A hasonló esetek elkerülése érdekében kizárólag az elvégzett munka után fizessenek. A csalók és tolvajok időről időre visszatérnek, és új történettel, új átveréssel próbálják áldozataikat megtéveszteni. Egy idős hölgyet károsított meg a szolnoki trükkös tolvaj. A napokban egy kunmadarasi idős lakós esett áldozatul egy csalónak, aki redőnykészítési munkálatokat ígérve előleget kért és kapott, de a munkát nem kezdte meg, azóta a megadott telefonszámon sem elérhető. A hasonló esetek elkerülése érdekében kizárólag az elvégzett munka után fizessenek. Ha online vásárolnak, akkor válasszák az utánvétes fizetési lehetőséget. A csalók módszerei igen változatosak. Sokszor trükkösek, díjbeszedőnek, egyéb szolgáltatók munkatársának adják ki magukat. De van, hogy egyszerűen csak segítséget kérve jutnak be a kiszemelt áldozathoz. A megfelelő körültekintéssel az áldozattá válás elkerülhető. Ennek érdekében óvakodjon a házaluárusoktól, csak megbízható webáruházból rendeljen, lehetőleg ragaszkodjon utánvétel való fizetéshez. Ha a közösségi oldalon talál hirdetést, informálja le az eladót, személyesen átvételt követően fizessen. Legyen bizalmatlan a rosszul létre, a betegségre hivatkozó idegenektől, akik becsengetnek a házba. Természetesen nyújtson segítséget, de ne engedje be őket a lakásba. Ne legyen túlságosan jóhiszemű a bizalmába férkőzni kívánó idegenekkel szemben, és semmilyen körülmények között ne engedje be őket a lakásba. Mindig tartsa zárva a lakás ajtaját és a ház kapuját, még akkor is, ha otthon tartózkodik. Amennyiben az ajtón biztonsági lánc van, azt mindig használja. Soha ne adjon át pénzt olyan idegennek, aki bajba jutott rokonának megbízásából kéri azt öntől. Soha ne beszéljen arról, hogy egyedül él, és ne áruljon el magáról semmit idegennek, még telefonon sem. Ha valaki hivatalos jelleggel érkezik otthonába, kérje el az arcképes igazolványát. Ha bizonytalan az illetővel kapcsolatban, akkor kérjen segítséget szomszédjától, rokonától. Az értékeit tartsa biztonságos helyen, ne hagyja szem előtt. Jótékonysági célra gyűjtőknek készpénzt soha ne adjon, kérjen csekket vagy számlaszámot. Nagyobb összeget ne váltson fel idegennek, mert ez nagyon kockázatos. Valódi bankjegy mellett könnyen kaphat havisítványt, vagy kifigyelhetik, hol tartja pénzét. Amennyiben gyanús személyek próbálkoznak az ön megtévesztésével, vagy csalók áldozatául esik, azonnal értesítse a rendőrséget a 112-es vagy a 107-es ingyenesen hívható segélyhívó számon.